Sokkal napot kívánunk mindenkinek, igazgatóra itt ezen a szép szombati napon. Szerintem Gyuri bácsi nem haragudna megérzére a jó időért, hiszen igazán a kicsit esős hét után egy kellemes idő varázsolt ide a ligetbe, az Erzsébet ligetbe, és itt a Vöskei házban szépen mosolyog a napsütés a megújult terembe, úgyhogy sok szeretettel köszöntöm a kedves megjelent szarvasiakat, vidékieket, a média képviselőit és azokat, akik ebben a projektben valamilyen formában részt vettek. Régi álmunk, régi elképzelésünk, hogy ezt a Ruliskai Alkotóházat megújítsuk. Igazgató és az önkormányzat is régóta kereste a lehetőségeket és a forrásokat, hiszen tudjuk, hogy sok helyen az épület beázott, nem megfelelően volt kialakítva a kiállító tér, és azért Ruliskai úrnak, a Gyuri bácsinak a hagyatékát valamilyen megfelelő formában szerettük volna elhelyezni és kezelni. Az elmúlt időszakban nyílt lehetőség ugye a Kubinyi programban, hogy pályázatot nyújtson be az intézmény, erre ugye nem az önkormányzat, hanem a Tesedik Sámuel Múzeum könyvtár pályázott igazgató vezetésével, nyilvánvalóan az önkormányzatnak a segítségével, jóváhagyásával, támogatásával. Egyik szemünk örül, a másik pedig egy kicsit szomorú, de most inkább az örömről beszéljünk, hiszen végül is elnyertük a támogatást. Sajnos a külső térre, amit szerettünk volna kialakítani, nem támogatta a minisztérium. Kockáztatunk is egy kicsit, meg kell mondani, mert erre a kiírás az a belső tér megújítására vonatkozott, de mi jó pofán, mint ahogy mindig szoktunk, bepróbálkoztunk, hogy újítsuk meg esetleg egy kicsit a Ruliskai Alkotóháznak a külső terét is. A belső tér újult meg, majd fogják látni teljes mértékben. Gyakorlatilag parkettát szerettük volna helyreállítani, de szintén az élet úgy hozta, hogy inkább egy úgy laminált felés került kialakításra. Gyakorlatilag az elektromos rendszer teljes formában megújult, új tűzjelző és riasztórendszer került elhelyezésre az épületbe. Sikerült megoldani azt a nagy problémát, ami évek óta fönnállt, miszerint megtörtént a nyilászárók, a felső bevilágító ablaknak a szigetelése, most már nem folyik be a víz és nem veszélyezteti a kiállítást. Ilyen formában ez egy nagyon nagy érdeme és erény ennek a beruházásnak. Megtörtént a falfeleteknek az újrafestése, felújítása, és ahogy a múzeumban itt is egy új, teljesen új világító rendszer és egy függesztő rendszer került kialakításra, és természetesen mellette a kiállítási elemek is megújításra kerültek, valamint készült új múzeumpedagógiát segítő füzet, egy tárlatvezetés és egyéb ilyen dolgok, amik az ide látogatókat és a gyereket igyekeznek segíteni ezen a területen. Azt hozzá kell tenni, hogy ehhez 11 millió forint támogatást kaptunk az Emberi Erőforrások Miniszterétől, professzor dr. Kásler Miklósról, és ehhez az önkormányzat 3.863.794 forint önerőt tett hozzá. A kivitelezést a saját cégünk, a Szarvasi Komép Városgazdálkodási Kft. Végezte el, a installációk és a bútorok azok a Coin Operator Kft. Nevéhez fűződnek, a műszaki ellenőri feladatokat pedig a KA Construct Kft. Végezte el. Maga a kiállítás, tárlat felújítás, ugye Szent Andrási Só Zsuzsannának az elképzelése és szakmai munkájához fűződik. Zsuzsa közben elhagyott minket, hiszen a Várkert bazárba kapott egy kicsit, hogy is mondjam, nagyobb felkérést és vállalta azt a szakmai kihívást, de gyakorlatilag az ő koncepció mentén megújult a kiállítás. Új tárlók kerültek kifüggesztésre, azt mondjuk, el. És azt is szeretném elmondani érdekességnek, egy kicsit tovább gondolva a dolgot, hogy közben fölmerült egy hagyaték, amit egy magánszemély vásárolt meg. Gyakorlatilag Ruliskainak olyan művei kerültek elő, amit korábban nem ismertek. Zsuzsa azt a segítségét még folyamatosan, hogy egyáltalán megvizsgálják, hogy ez valóban Ruliskai gyűjteménye, és hogyha igen, akkor az úr felajánlotta, hogy természetesen néhány képet nagyon szívesen átad az önkormányzatnak és a múzeumnak ingyenesen, hogy itt is kerüljenek azok kiállításra, illetve az összgyűjteményből hajlandó itt gyakorlatilag egy ilyen vándor kiállításra anyagot adni. Ez egy hosszabb történet.
Amit látunk még, és akkor egy kicsit a jövőről is, igazgatúr, hogy nem mindent kaptunk meg, amit szerettünk volna, a külső rész felújítása az várat magára, illetve majd nyilván Gyuri bácsinak az alkotóházával is kell kezdenünk valamit. Gyakorlatilag, ha a Kubinyi program folytatódik, akkor megvan a folytatása, az elképzelése az igazgatónak és az önkormányzatnak is. Én röviden ennyit szerettem volna mondani, úgy gondolom, hogy méltó képen kerültek most Gyuri bácsi képei grafikái elhelyezésre, és magáról a házról majd a szalagmagasás után igazgató úr még mond egy pár gondolatot és mondatot, és egyébként a légkondicionál, ami nincs beszerelve, nagyon jól működik egyébként, mert eldugtátok azt is. Én köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, aki ebbe a projektbe valamilyen formában részt vett, tényleg én úgy gondolom, hogy jó sikerült. Kicsit időben megcsúsztunk, mert május 1-jel szerettük volna megnyitni, de úgy gondolom, hogy ez a szép idő, ez kárpótol mindenkit azért. Én mindenkit kérek, hogy jöjjön el, nézze meg a megújult Ruzsiskai kiállítást, és a hátsó terem most egyelőre üres, hiszen oda fog kerülni a Kován Kálmánosoknak a tanévzáró kiállítása. Július 1-én kerül feltöltésre a hátsó terem. Jó? Mindent elmutatni az ott. Akkor köszönöm szépen, és igazgató úr, akkor ennyi. Tegyük lehetővé, hogy az ide érkező vendégek bejussanak az alkotóházba. Köszönjük szépen, és akkor aki szeretne emlékű szalagot, azt kérem tisztelettel. Kérem, nyugodtan fel legyen az be, és akkor bent majd folytatjuk. Akkor röviden ismertetném magát, hogy a pályázatot, illetve a kiállítás létrehozását, ugye alpolgármester már említette, hogy ez a Kubinyi pályázatból újítottuk meg, 30 millióra pályáztunk, 3 millió pályázatot az önkormányzat támogatásként, ugye 11 milliót kaptunk meg belőle, ugye az önkormányzat elhangzott, hogy több mint 3 millió 800 ezer forintot költött még pluszba erre a kiállításra, tehát az eredetihez képest is többet adott. Ugye ebből a legfontosabb a tetőszigetelés felújítása lett volna, ezt meg is tudtuk valósítani. A másik, ahogy kiállítási szintérnek a javítás, illetve létrehozása, hogy sokkal látogatóbarátabb, illetve megfelelő környezetet biztosítsunk a Ruzsiskai György hagyatékának bemutatására. A terveket Szent András és Úrsúra készítette, és miután ő elment, akkor Horváth Mariannal, illetve Ravik Zoltánnal közösen valósítottuk meg. Ugye a munkatársaink közül szinte mindenki részt vett ennek a kialakításában. Horváth Marian ugye nagyon sokat segített a múzeumpedagógiai anyag elkészítésében. Ravik Zoltán, Antal Géla, Gyulai Mária, Molnár Zoltán ugye a kiállítás összerakásában, takarításban, pakolásban. Szinte minden munkatársa nagy segítséget nyújtott benne. Látható, hogy sokkal szellősebb a kiállítás, tehát korábbihoz képest, aki emlékszik rá, nagyon sok kép volt kirakva. Megpróbáltuk tematikájában összeállítani, és nyilvánvaló az, hogy ez jól mutasson, a világítást kapcsoltuk hozzá egy sínrendszerrel, ami sokkal jobb megvilágítást tud biztosítani. Fönti lámpákkal egyébként is, de az, hogy meg tudjuk világítani a képeket, ez pluszban nagyon sokat jelent a kiállítás esztétikának megjelenítésében. Látható, kicseréltük ezeket a tárlókat is, a korábbi nagyon elavult, kicsit csúnya tárlókhoz képest Szilvás Ákos segítségével nagyon szép tárlókat tudtunk létrehozni, ami kapcsolódik ugye a múzeum vagy a Ruzsiskai Alkotóházban lévő folyamatosan megjelenő művészeti teleptáborhoz is, hiszen ezek már ilyen kihajthatósak, tehát lehet rajta alkotni, tehát nem külön padokat kell majd beraknunk, nem kell szorongniuk, hanem sokkal tágasabban és kényelmesebben tudnak majd az itt alkotó művészek a műveiket elkészíteni. Látható, hogy alkoholra említette a parkettát. A parkettát csiszolása benne volt a tervezetbe, de annyira sérült volt, hogy gyakorlatilag nem lehetett volna megoldani ebből az összegből. Így egy nagyon szép laminált parkettarészt tudtunk létrehozni. Annyiba került az új
új laminát, mint amennyiben a parkett a rendben. Még csak esztétikusabb. Sokkal nagyobb, tehát nagyon jól néz ki, sokkal látogatóbarátabb. Nyilván maradtak még feladatok, hiszen nem semmi sem tökéletes, és mondtam, csak a pénz egyharmadát kaptuk meg. Ezekre később még pályázni fogunk. Próbáltuk visszaállítani ugye a mamaszobát is, illetve a köztelévő folyosót. Terveink szerint ide egy üveg ajtó fog majd kerülni, hogyha minden jól alakul, és akkor már egy nyitott, látogatóbarátabb, befogadóbb épületet tudunk kifele is mutatni. Mondom, feladatok még vannak, és remélem, hogy ezeket meg tudjuk valósítani. Ugye nagy segítségünkre volt mind a tervezésben, mind pedig a megvalósításban Terhesnék Szekera Ilona, a korábbi gyűjteménykezelő, aki itt dolgozott, és aki mindig sokat segít nekünk. De egyébként sokan segítettek, tehát mindenkinek volt egy-két jó ötlete, hogy mit lehet szebben, jobban megvalósítani, és remélem ez látszik is a épületen, illetve magán a kiállításon. Sokatunk volt. Így van, mindenképp, ez hát csak plusz szabad. És akkor ezt is mondd el, hogy ez a nagyon fontos. Elkészült ugye magyar, angol és szlovák nyelven egy vezető, amelyeket gyakorlatilag meg lehet kapni itt, és akkor sokkal könnyebb az áttekintése, tehát nem muszáj mindig egy tálatvezetéshez itt dolgozó munkatársunkat használni, hanem szépen lehet egyenként lehet venni a képeknél, és lehet használni a tálatvezetést, hiszen a tematikája az ehhez kapcsolódik, és a művész pedagógusi füzet foglalkozók a füzet is ehhez kapcsolódik egyébként. Úgyhogy röviden ennyi lett volna, ha van kérdésük, esetleg hozzászólásuk nyugodtan, de kérem, élvezzék a kiállítást és érezzék romokat is, minél többen, minél többször jöjjenek el hozzá. Igen, ez a foglalkoztató fizet, amit erről beszéltem, hogy ez, ami ez alapján készült el, ugye ez Horváth Mariannak a alkotását, művét jelenti gyakorlatilag, nagyon sokat foglalkozott vele, de remélem egy gyerekek számára és felnőttek számára is használható foglalkoztató fizet készült el. Ez azért fontos, mert hogy a projektnek része. Igen. Szerettük volna, mint a múzeumban is egy kicsit három nyelvűvé tenni a Vizsgai Házat, hogy esetlegesen a szlovákok, akik ugye szlovák származásúak, igen, vagyunk valami is, eljönnek hozzánk, illetve angol nyelven, hogy a nemzeti turisták is élnek, és akkor azt nem mondtuk még el igazgató úr, hogy terveitek között van, meg terveink között van az, hogy valamilyen formában összekapcsoljuk a Vizsgai Ház megtekintését, mondjuk a Liget Wellness Hotelnek a hétvégi programcsomagjára betegyük, hogy egy kicsit nektek is legyen bevételtek onnan, meg az ide érkező vendégek is mondjuk meg tudják egy kis kultúrprogramot tudjanak nézni, hiszen általában újabban már szinte minden héten, két hetente van valami rendezvényünk itt, akár megnyitó, akár foglalkoztatás. A foglalkoztató füzetnek is az egyik legfontosabb feladat, hogy a gyerekeket becsaljuk, szeretnék nekik megmutatni a művész úr alkotásait, illetve bemutassuk Rüdzsika György művészetét a ide látogatóknak. Ezzel is terjeszte szarvas hírnevét, illetve némi bevételt is szerezni, hiszen ez is nagyon fontos szempont volt. Igazgató, gratulálok! Köszönöm szépen! Köszönöm a segítséget!